A magyar férfi vízilabda válogatott nyári barcelonai világbajnoki címének emléket állító márványtáblát avattak a Margit szigeti hajós Alfred Uszoda előcsarnokában. Ha az egész csapat nem is fért alá, az egész csapat névsora ráfért az új dicsőségtáblára. Kuriózum, hogy Benedek Tibor az első, aki játékosként és edzőként is rákerült egy világbajnoki márványtáblára. Szívós Márton családjából a harmadik, akit ilyen megtiszteltetésért, noha már régóta várt rá. Betensült állam. Sokat kellett várnom rá, de nem baj, nekem ez volt megírva, hogy nekem ennyit kell várni. A Varga testvérpár pedig az első, amely olimpiai és bébi arany miatt is a legendák között szerepelhet. 2013-ban kihoztuk a maximumot, ennél többet nem lehetett. Most még van egy pár napunk, pár hetünk, azt gondolom, hogy meg kell élni még mindig a sikereket, a márványtáblavatást, a külön díjakat, a különböző meghívásokat és ünnepléseket, de januártól már a 2014-es budapesti EB-re kell készülni. Nem meglepő módon a címvédő Argentinában.